Nézzük 2022-t az Euronews lencséjén keresztül. A következő év fő céljai a gazdasági fellendülés megszilárdítása, az új munkahelyek teremtése és a fenntartható növekedés biztosítása. A szakértők egyetértenek abban, hogy a koronavírus 2022-ben is velünk lesz. Nem csak Európában, de a szegény országokban is, ahol a lakosság kevesebb, mint 3%-át oltották be. A vakcinák pedig egyre hatékonyabbak, miközben megnyílt az út az új vírus ellenes szerek előtt. Hamarosan új tabletták kerülhetnek a piacra, és az uniós országok már le is adták rendeléseiket. Franciaország január 1-én veszi át az Európai Unió soros elnöki tisztét 14 év után először. Macron megmutathatja elkötelezettségét az EU megerősítése mellett, de a francia választások árnyéka rávetül az elnökségre, bármi legyen is az eredmény. Csehországban leváltották Andrej Babis kormányfőt, így az utóda veszi át a soros elnöki posztot az év második felében. Megváltozhat a közép-európai országok visegrádi csoportjának egyensúlya is, mivel Prágában EU párti kormány alakul. A háborúk, a szegénység és az éghajlati katasztrófák elől menekülő migránsok befogadása olyan kérdés, amely megosztja az európai országokat. A fehér-orosz határ a gyújtópont, míg a Törökországgal kötött 5 éves megállapodást újra tárgyalják. Ez a földközi tenger keleti részén szabályozza a migrációt. Portugália új parlamentet választ, a választást azután írták ki, hogy António Costa kisebbségi szocialista kormánya elsőként veszített el egy költségvetési szavazást a modern demokratikus korszakban. Franciaországnak választania kell Macron európaisága és a jobboldal nacionalizmusa között. Az áprilisi francia elnökválasztás éllovasa továbbra is a hivatalban lévő államfő, de számos kihívóval néz szembe. Orbán Viktor kormányzásának folytatásáról dönthetnek a tavaszi magyar parlamenti választások. Ez a választás az eddigi legkomolyabb kihívásnak bizonyulhat, hiszen 6 ellenzéki párt a politikai spektrum minden részéről összefogott és megállapodott abban, hogy megpróbálják leváltani őt. 2022 vírusvariánsok és korlátozások nélkül is kihívást jelent Európa számára. A szakértők által várt fellendülés elhúzódhat. Aggodalomra ad okot, hogy az európai gazdaságok a stagnálás és az inflációs nyomás szakaszába léphetnek. Február végén tartják a portugál parlamenti választásokat. Februártól Peking lesz a világ első városa, amely a nyári és a téli olimpiai játékoknak is otthont ad. Április 3-án Szerbiában új elnököt választanak, ezzel együtt megújul a nemzetgyűlés is. A francia elnökválasztás 2 fordulóban zajlik majd a hónap közepén. Áprilisban parlamenti választásokat tartanak Magyarországon. Az Eurovíziós Dalfesztivált az olaszországi Torinóban rendezik május 10 és 14 között. Júniusban ünneplik Erzsébet királynő trónra lépésének 70. évfordulóját. A világgazdasági fórumot az Omikron variáns terjedése miatt elhalasztották, így a januárra tervezett eseményt 2022 közepén rendezik meg. Októberben jön a G20 csúcs, melynek mottója gyógyuljunk együtt, gyógyuljunk meg jobban. A következő klímacsúcsot jövő novemberben rendezik, a helyszín ezúttal az egyiptomi üdülőváros Sharm el-Sheikh. Az amerikai félidős választásokon a demokraták abban bíznak, hogy megtartják szűk többségüket a szenátusban és a képviselőházban. Novemberben labdarúgó világbajnokság, ezúttal Katarban. Decemberben adják át az európai filmdíjakat Reykjavíkban.